Az iparban színvassal nem dolgoznak, csak ötvözeteivel, acélokkal. Az ötvözetek állapotváltozásait már nem lehet ilyen egyszerű módon lerajzolni. A vas-szén állapotábra azt mutatja meg, hogy a különböző vas-szén összetételeknél már... Közepes erőkifejtéshez a fél kilós, egy kilós súlyú kalapácsok valók. Nagy erőt igénylő durvább munkához az 1-2 kg-os kalapácsok alkalmasak, és egyenletes ütéseket tudunk mérni. Kalapáccsal csak képlékeny anyag alakítható, amely alakját külső erő hatására maradandóan megváltoztatja, és szerkezetében nem jön létre törés. A minőségi ellenőrzés után a famintákat lakfestékkel befestik. A lakkozással növelik a minta felületi simaságát, csökkentik a fa légnedvesség felvevő képességét. A mérettartás biztosítására a különböző színek információt adnak az öntőnek. A tömeggyártású öntvények esetén a mintákat a darabszámtól függően fémből készítik, alumíniumból, bronzból vagy vasból. A beöntött anyag a negatív minden részletét pontosan kitölti. Kész minta csak kikeményedés után távolítható el. A mintákat a formázólapra szerelik, a beömlő rendszerek elhelyezésével együtt. Az eszterga legtöbbször egyélű szerszámmal forgácsol. A forgó mozgást a munkadarab végzi. Ez a fő mozgás. A forgácsoló szerszám... A marógépek másik nagy csoportja az egyetemes marógépek. Az egyszerű vízszintes gépekkel szemben ez bonyolultabb feladatok ellátására is alkalmas. Ezért különböző segédberendezések egészítik ki. Legfőbb sajátossága az, hogy asztal a tetszés szerinti szögbe állítható be. Nagy teljesítményű palástmaráshoz konzola átszerelhető úgy, hogy a maró biztonságosabb forgácsolását segítse elő. A fúráshoz szükséges a munkadarabot rögzítő eszköz, a fúrandó anyag, a fúrószerszám, a fúró befogását szolgáló berendezés, a fúró vagy munkadarab forgatását és előtolását biztosító kézi vagy gépi erő, valamint a fúrószerszámot hűtő folyadék. A szívfúrót a fúrók ősének nevezik. Szerszámacélból készül kovácsolás útján, majd megfelelően kialakítják és megedzik. A szívfúró részei a fej, rajta a két fővágóél és a keresztél,